Tavaly novemberben a szabadítős létesítményekhez hasonlóan a mozik is bezártak. Bő fél éven belül másodszor kényszerültek erre. A 2020-as tavaszi zárás után júniusban nyithattak újra, hogy aztán a következő néhány hónapban különféle korlátozásokkal, csökkentett nézőszámokkal, majd kötelező maszkviseléssel működhessenek. Most végre a szabályok enyhülésével újra mehetünk moziba. Tavaly szeptemberben a járványügyi intézkedések miatt kényszerültünk bezárásra. A... Zárlat alatt is folyamatosan karban tartottuk, folyamatos frissítéseket végeztünk a gépünkön. Fontos megjegyezni, hogy azok látogathatják a mozit, akik védettségi kártyával rendelkeznek, vagy azok a kiskorúak, akik védettségi kártyával rendelkező felnőtt kíséretében érkeznek. A védettségi igazolványok meglétének, érvényességének ellenőrzését a kiadott kormányrendelet kötelezővé teszi, és ezt nagyon komolyan is veszik majd. Az igazolványok ellenőrzése a jegykezelők feladata lesz. A járvány hatása miatt sok film nem tudott már tavaly sem megjelenni, emiatt ez a nyári szezon szerencsére elég sok blockbuster filmet tartogat, bizonyban, hogy minél többet be fogunk tudni belőlük mutatni itt is. Az ezt megelőző években rendszeresen szerveztünk ingyenes szabadtéri vetítéseket kint a rendezvénytéren. Ezt a programsorozatot szeretnénk folytatni idén is júniustól kezdődően majd. Maga a mozi technikailag teljesen startra kész, a gépeket ellenőrizték, és a filmkínálat is erős lesz, hiszen a tavalyi záráskor benragadt filmeken kívül a forgalmazóknak az új filmeket is be kell tervezniük a programba, mondta el Győri Dénes, alatabár mozi mozi mozigépésze.